Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Múlt héten nyílt meg Szepesi Béla grafikus művész legújabb nyíregyházi kiállítása Szent Imre gimnáziumban. Erről beszélgetek a művészórral vendégemmel. Szép napot! Jó napot kívánok! Nagyon érdekes már a tárlat címe is, kis és sejtelmes. Kereszt, kötőjel, utak. Mire is akart ezzel utalni, és mi a központi témája magának a kiállításnak? A téma magáért is beszélhetne, mondhatnánk azt is. A keresztutak, ha így egyben mondom az egészet, akkor itt ez a Via Crucis, tehát az a fajta Krisztus szenvedése útvonal, ami maga a Kálvária. Tehát nyilván adódik, hogy ennek közvetlen és direkt kapcsolata van a Szent Imre gimnázium egész szellemiségéhez, létezéséhez. De a téma ettől sokkal több, és azért van az, hogy keresztutak, mert a keresztutakhoz egyrészt mindenki elér az életében. Nem csak az ember, nem csak az egyén ember, hanem akár egy egész nemzet is. Gondoljunk itt arra, amit a magyar nemzet a 20. században, meg még előtte is kiállt, tehát megvoltak a maga keresztútjaink minden értelemben. Na most ez a húsvéti ünnepkör, amihez kapcsolódik ez a kiállítás, az alkalmas arra, éppen talán a böjt által, amelyet vagy megtart az ember, vagy nem, de mindenképpen van egyfajta belső elcsendesedés, amikor valahogy számot vet azzal, hogy most eddig milyen utat jártam be, hogyan megyek tovább. Tehát mintha az ember minden évben egy kicsit ugye keresztúthoz érkezne, hogy na most merre menjek, jobbra vagy balra, vagy eltévedtem, forduljak vissza egy kicsit, és akkor úgy kezdem újra az utamat. Ez most a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik ez a keresztút, vagy akár az ön életéhez is? Első megközelítésben a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik, hiszen az emberi létezésnek az adja meg az értelmét, hogy mindig vannak benne ilyen megállási pontok, vannak állomások, amikor van az embernek mihez tartani a saját magát. Tulajdonképpen ezért jók az ünnepek, most legyen az bármilyen valláshoz tartozó ünnep, tehát vannak ilyen megállópontok. A saját életemben is biztos, hogy vannak ilyenek, de ezeket leginkább utólag veszük észre. Tehát most ezek a keresztútak lehetnek bárkinek a keresztútjai, és talán, hogyha konkrétan belemegyünk az egyes képekbe, amit nem nagyon szeretek saját képeimről beszélni, de van egy olyan alkotásom, aminek az a címe, hogy útjaink, és egy labirintust ábrázol, ahol labirintus tulajdonképpen önmaga az ember, és akkor mindenki megy és keresi a saját útját, és vagy észreveszi, hogy milyen úton van, hogy ténylegesen kijut ebből a saját maga által készített labirintusból, vagy pedig nem. Ha jól tudom, akkor Dankó Márton kollégánk volt kint, nézek itt Marcira, te voltál kint a tárlaton, bólogat, igen. Ő készítette ezeket a felvételeket, amit már a nézők láthatnak. Milyen jellegű munkákat gyűjtött össze most erre a tárlatra? Az utóbbi néhány év munkáiból van egy válogatás, de ez a válogatás éppen emiatt eléggé tematikus, tehát ami valamilyen módon kapcsolódik ehhez a konkrétan mind a két keresztúthoz, tehát nem lehet így leszűkíteni. És van benne teljesen új kép is, ami a napokban, vagy az utóbbi két hétben készült el, a Szent Márton köpenye című munkám, ami kapcsolódik a 2016-os évhez, hiszen Szent Márton év van, ami megint csak nagyon izgalmas, és úgy igyekszem ezeket a képeket megfogalmazni magam és más számára is, hogy mindenkihez szóljon valamiképpen, tehát semmiképpen nem úgy kell ezt felfogni, hogy na hát ez egy Szent Márton alkotás, ezt reformátusok meg ne nézzék, hanem ez mindenkihez szól, hiszen épp az a lényege ezeknek a történeteknek, hogy olyan mondani valót, olyasfajta értelmezési tartományokat hordoznak, ami általános. Ez az utolsó pár kép, ha jól látom, linómetszet. Csak ilyen munkákat láthatunk, vagy teljesen vegyes maga az alkotási műfaj is ennél a kiállításnál? Vannak linómetszetek, ugye ez talán az egyik fő. A legismertebb szetesi. Vannak fametszetek, vannak nagyméretű tollrajzok, és vannak akvarellek is, tehát vannak színes munkák is. Tehát nagyjából ez ennyi a repertoár. Az akvarellek talán kevésbé ismertek, én nagyon szeretem magát a festést, az akvarellezés különösen. Ezek ilyen templom belsők, ilyen enteriőrök, általában csak pusztán enteriőr, mindenfajta figura nélkül, hiszen egy olyan aspektusát próbálom felvázolni ennek a
helyzetnek, amikor ez az elmélyülés, az elcsendesülés színhelye. Tehát amikor az ember belép egy templomba, legyen az egy románkori templom, vagy egy barokk, akkor főleg, hogyha nincsen mise, vagy istentisztelet, akkor úgy el tud csendesedni, és úgy befele tud fordulni. Alkotás közben is ilyen esetleg, hogy elcsendesedve, befelé fordulva, a világot egy kicsit távol tartva, vagy ön pont az a művész, aki pont az ellenkezőjeként így befogadja a világot és az impulzusukat? Hát szerintem mindegyik egyformán jelen van, tehát vannak az alkotásnak olyan folyamatai, amikor kifejezetten jól esik az, hogyha nem egyedül vagyok, hanem többen vagyunk jelen, művésztelepeken ilyen gyakran előfordul. Tehát amikor metszem a linót, tehát amikor már inkább mechanikus egy kicsit a dolog, és ennek a monotóniáját ez a társaság közben beszélgetés elveszi. De van a másik, amikor tényleg az ember szembesül a vászonnal vagy a fehér papírral, és létrejön az a teremtési motív, pillanat, amikor megszűni, megteremti ezt a semmiből valamit létrehoz, és ilyenkor tényleg megszűnik a külső világ. Köszönöm szépen, hogy tudtunk ezekről a témákról értekezni. Még a végére egy kérdés, csak röviden, hogy meddig látogatható majd ez a tárlat a Szent Imre Gimnáziumban? Csak egy körülbelüli dátum is elég nekünk. Teljesen pontosan eszembe jutott. Na. Április 5-ig látogatható. Mert láttam az elején hirtelen a meglepődöttséget. Még egyszer április 5-ig. Jó, igen. Hát akkor még van idő mindenkinek, hogy megnézze igen, ezeket az alkotásokat. Még a húsvét is benne lesz, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Önöknek pedig egy érdekes kiállítást ajánlottunk már múlt héten is. Az Árpád népe, Gyula népe című vándortárlat végre elérkezett a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban, ma nyitotta meg kapuit, erről láthatnak, hallhatnak érdekességeket. Honfoglalás március 11-én a Józsa András Múzeumban. A magyarság korai története a Kárpát-medencei betelepülés időszaka. A magyar honfoglalás kora mind a történettudományban, mind a régészeti kutatásokban jelentős helyet foglal el. Ezt a korszakot kiemelt figyelem kíséri a történelmet kedvelők és szeretők részéről. A Nyíregyházi Józsa András Múzeum 2016. március 11-én nyíló Árpád népe, Gyula népe új időszaki kiállítása ebbe a korszakba kalauzolja el önöket. A szolnoki Damjanich János Múzeum újabb ásatásai napvilágra került régészeti leletek bepillantást engednek a honfoglaló magyarok Közép-Tisza vidéki régészeti emlékanyagába. Megtekinthetők lesznek a Józsa András Múzeum legszebb 10. századi tárgyai is. A megnyitó napján, március 11-én, tárlatvezetés, honfoglaláskori viseletbemutató várja az érdeklődőket. Betekintést nyerhetnek a korabeli mesterségek rejtelmeibe. Május közepéig múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások várják a fiatalabb korosztályok tagjait. A korszakkal foglalkozó neves régészek ismeretterjesztő előadásai vehetnek részt az érdeklődők. Előzetes bejelentkezés alapján szakmai tárlatvezetés kérhető. A kiállítást megnyitja dr. Madaras László régész, a kiállítás kurátora. A részletes programokért látogassanak el a Józsa András Múzeum honlapjára. Tavaszi hangulatba révedünk, íme a kreatív műhely aktuális része. Ez itt a kreatív műhely tavaszváró adása. Végre-végre márciust írunk. A múlt Korzsigával milyen volt alkotni? Nagyon profi volt, igazi sportember minden téren, tehát nagyon jól készítette el a dolgokat, teljesen profin láttad, milyen, itt voltál, milyen precízen, pontosan, nagyon-nagyon. Nőnapi ajándékot készítettetek a Korzsigával, most tényleg üde színeket használva fogunk tavaszi ajtódíszt, koszorút készíteni. Miket láthatnak a nézők az asztalon, miket fogunk használni, és egyáltalán hogyan? Ezen a műhelyen most kiélhetett kreativitásod, tehát mindent ide hoztam neked, amit csak szeretnél, festhetsz, ragaszthatsz, minden, ami szájnak ingere az asztalon van, szalagok,
fa alapok, gombok, pöttyök, pöttyözők, mindenféle dolog. Előtte elmondom, hogy milyen koszorú alapokkal szoktunk dolgozni, melyek a leggyakoribb koszorú alapok. Van a klasszikus vessző alap, illetve van a polisztirol, vagy hungarocell, ki hogy minek szokta nevezni, de hivatalosan polisztirol koszorú alap. Ezt lehet festeni, dekupázsolni, lehet bevonni szalaggal, anyaggal, számtalan elkészítési formája és módja van, nagyon-nagyon népszerű, nagyon szeretik. Rád van bízva, melyiket szeretnéd? Akkor én ezt a vesző paripart választom. És hát akkor mivel kezdődik ez az egész? Van egy csodaszép ajtódísz alapunk, amely még szűziesen áll lehet előttünk. Lehet kisebbet, nagyobbat, mindenkinek az ajtajához, stílusához a vesző. Ez már egy eleve festett vesző koszorú alap. Hát most nagyon tavaszra vágyik a szívünk, lelkünk, ezért arra gondoltunk, úgy készítettem ki már az alapokat, Vivi kereste, hogy csupa színes dolgot, minél, hát bocsánat a kifejezésre, de csicsásabbat, csajosabbat, tavasziat szeretnénk. Például a tavasz feliratot is választottuk, ezt mindenképpen fel fogjuk használni, de én azon gondolkodom, hogy nagyon sok háztartásban nincsen ragasztópisztoly, ami mondjuk itt pedig van. Mi van akkor, hogyha nincsen ragasztópisztolyunk otthon, hogyan tudjuk ezt kibekkelni? Ragasztóval is lehet ragasztani, csak nehezebb, tehát hosszabb a száradási ideje, mint a ragasztó. Meg ha technokot használunk, akkor bekábulunk egy kicsit. Hát igen, én tudod, én a hobbi ragasztó párti vagyok továbbra is, tehát a technokot én azért azt annyira nem szeretem. Tehát vagy ragasztópisztoly, vagy hobbi ragasztót javaslok ehhez az ajtódísz készítéshez is. Ezek a színes gombok nagyon-nagyon édesek egyébként gyerek ruhákon is, de tényleg most a legutóbbi években egyre többen használják ilyen kreatívkodáshoz is. Képektől kezdve nagyon sok mindent láttam el, nagyon jó pofák, nagyon jó aranyosak. Van egyszínű, vannak pöttyűsek, virágosak, pillangósak, bármilyen. Na, a gombokat akkor egyelőre félretúoljuk, és fessük le a fa alapanyagokat, ezeket a kis díszeket, milyen festékeket és színeket használjunk? Akril festéket használunk, és a színeket is te választottad, ezek a igazi fagyi színeket választottál, tehát ezek a klasszikus fagyi színeknek nevezett színek. Csicsás tehát, és csajos. Igen, teljesen csajos, úgyhogy abszolút. Magentától a lime-zöldig, sárga, puncs, pisztácia, itt mindenféle szín megtalálható. Milyen ecsettel dolgozzunk? Hát amit be szoktunk, csak ne tört ki a nyakát az ecsetnek, tudod, ez szokásos, tessék. És én azt javaslom, hogy kezd a tavasz feliratot átfesteni. Ezek natur lézervágott fa alapok. És ezeket lehet festeni különböző színekre, de lehet így is használni. Tudod, nekem a szerelmem a soft festék, tehát azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de most akril festékkel fogunk festeni. Soft festékkel inkább ilyen vintage stílusú koszorúkat lehet készíteni, ezzel a lime-mal meg a csajos verzió. Hölgyeim és uraim, kedves nézőink, most a felgyorsított rész jön, mert hogy ketten Veronikával elkezdünk festeni, alkotni, úgyhogy jól figyeljenek! A festés után jön a díszítés, nem mindegyiket hagyjuk egyszínűen, hanem... Pöttyözzünk egy picit. Aha, de mivel? Pöttyöket. Sima ecsettel? Ez elvégben domborító, de én szoktam használni pöttyözésre, nagyon jól lehet vele pöttyözni, pici pöttyöket nagyon szépen lehet belemártani a akrilfestékbe, és aztán pöttyözni. Tehát nem kell teljesen belemártanom a festékbe? Nem, csak egy picit. Éppen, hogy jó lesz el. Annyi csak a teendő,
hogy amit ragasztani szeretnél, oda tartod, megnyomod ezt a... Na de mekkora mennyiséget? Vagy mennyire, mint például a hobbi ragasztónál mondtad, hogy inkább legyen több, hogy biztos oda ragadjon. Itt is érdemesebb többet, tehát ne folyjon végig a koszorúny. Na mutasd mondjuk a masnira mennyit raknál. Jó, tehát így körösen akkor megnyomjuk, és akkor szerintem egész biztosan oda fogamasni. Ez ilyen szálas marad, és de szálakat le lehet venni. Rak bele nyugodtan most rögtön, kezedre vigyázz meg. Na, de ragad? És megragad, igen, és utána ez megköt, és készen is van. Pár másodperc alatt ez megköt. Lehet ferdén rakni, lehet... ez kevésbé fog működni, na szerintem. Jó, de annyira nem. Igen, annyira nem biztos, hogy működőképes történet lesz így, ezzel nem hiszem, hogy bárkit le tudsz lőni. És akkor haladjunk jobb. Még többet? Nem, hanem... Na hogy? Egy helyre rakjál többet, és nyomd azt a pisztolyt, és akkor fogja ezt tolni ezt a rudat előre. Ez az. Aha, jó, most már ráéreztél így. Na, okay. Hát értem, és akkor én csak ragadjon is oda. Lehet rárakni a feliratot. Most így, ennyi elég? Hölgyeim és uraim, elérkezett a pillanat. Kész az abszolút tavaszi ajtódíszünk, kreatív műhely módra. Köszönöm szépen a segítséget. Egyetlen egy dolgot még nem raktunk rá, azt a szalagot, amit levágtunk, hogy ugye felakasztjuk majd az ajtónkra ezt a bizonyos díszt, de ezt már mindenki elintézi magának. Én remélem, hogy amúgy sokaknak így kedvet csináltunk, és így a tavasz lévén már mindenki magának alkotja meg akár már a húsvéti, vagy éppen már-már nyári, őszi, téli, és így tovább ajtódíszét. Köszönöm szépen, hogy ismét velünk voltál! Országos zongora versenyt szervez a Vikár Sándor Zeneiskola, ám meglepő, hogy az intézménynek nem ilyen rövid a neve, és most lesnem kell, mert most már minden iskolának rémesen hosszú a neve, tehát Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, amelynek az igazgatója itt ül már velem szemben, Tamás Attila, szia! Szervusz. Igazgató vagy intézményvezető? Hivatalos megnevezés intézményvezető. Ajjajjaj, nem lehet most már jól felkonferálni senkit sem, mert tényleg annyira bonyolodtak itt az elmúlt években a dolgok, de egy a lényeg, mindenki tudja, hogy a Vikár az zeneiskola és itt Nyíregyházi Központtal. Nagyon remélem, igen, hogy mindenki tudja. Országos zongora versenyt szerveztek, de nem az szerepel a verseny megnevezés előtt, hogy első, hanem sokadik. Ez a 14. országos zongora verseny, és azért nagyon fontos a zeneiskola számára, hiszen amikor az egész országos tanulmányi versenyek elindultak az országban, akkor 1977-ben az elsőt már Nyíregyháza kapta meg, mint rendezési jogát, és azóta ez már a 14. három évente rendeznek ilyen zongora versenyt, úgyhogy kiszámolható, hogy több mint 40 éve nálunk rendeződik meg ez a verseny. Úgyhogy ez egy nagyon nagy szakmai elismerés és büszkeség az iskola számára, és megpróbálunk maximálisan helytállni ennek a feladatnak. Hány gyerkőt szokott ilyenkor megmozdulni egyáltalán, vagy hány intézmény, település, hiszen ott az országos előjelzés, mennyire mozgatja meg tényleg egész Magyarországot ez a dolog? Hát ez úgy van, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a miniszter írja ki előző tanévben, hogy milyen országos tanulmányi versenyek lesznek. Ez meghirdetésre kerül, és az oktatási hivatalnak a szervezésében vagyunk mi megbízva magának a lebonyolításban. Azért ez nem ilyen egyszerű többfordulós egy ilyen országos verseny, hiszen az ország összes zeneiskolájában tanuló összes zongoristának szól. Így hát egy ilyen előválogató, területi válogatókkal indul a verseny. Az országban 7 helyszínen volt régiónként egy ilyen területi válogató, ahol volt egy szakmai három fő zsűri, akik az ottani résztvevőket, versenyzőket pontozták. Aztán, amikor már mindenhol megvolt ez a területi válogató, húztak egy ponthatárt,
hogy melyik az a pont, ami felett már bekerülnek az országos döntőbe, és akkor így alakult ki a mostani mezőny, 71 növendék fog Nyíregyházára látogatni, ezek mind versenyzők, 42 intézményből kerül ki ez a 71 tanuló, és összesen 63 felkészítő tanár az, aki ezen munkálkodik. Hogyha hozzászámoljuk még az érdeklődőket és a kísérőket, úgyhogy elég szép számban lesznek itt, és mondhatom azt, hogy az ország legjobb zongoristái szerepelnek itt. Azért is fontos, hogy ma beszélgetünk erről, hiszen jövő héten pénteken már nyitja kapuit ez a rendezvény. Mennyire lesz mondjuk úgy ténylegesen nyitott ez a dolog? Gondolok itt arra, hogy mondjuk én is bemehetek, akinek nincsen kötődése a vikárhoz, vagy nincsen kötődése a zongora versenyhez, vagy ez egy abszolút tabu, hiszen annyira sokan vannak, hogy éppen elegendő őket koordinálni. Hát, hogyha nagyon globálisan nézem a versenyt, akkor mindenképpen nagyon fontos az, hogy a magyar művészetutatás megmutassa magát. Ez nem csak az iskolán belül folyik ez a munka, hanem elmegyünk szerepelni, de ezt most országos szinten értem. És az, hogy a legjobbak itt versenyeznek, a felkészítő tanárok szakmailag tudnak találkozni, hogy a tehetséggondozás felismerés maga az, hogy megmérettetnek egy ilyen versenyen belül, azért az mutatja azt a munkát, amit az országos szinten az alapfokú művészeti iskolákban végeznek. Úgyhogy egy nagyon jó nyilvános fórum, bárki bejöhet és meghallgathatja, de úgy gondolom a szakmai berkeken belül ez egy nagyon jó tudás megosztást is eredményez. Szerintem a csillárokon is lógni fognak az emberek, hiszen tényleg mindenki meg akarja majd nézni esetleg a szomszédot, az unokát, és még sorolhatnánk, viszont elgondolkodtam azon, hogy zongora verseny, jó, oké. Nagyon sok gyermekre ráerőltetik a zongora oktatást, vagy zongora tudást, már akár ilyen óvodáskorban, kis iskolás korban azt mondják, hogy na fiam, már pedig nem te most zongorázni fogsz, mert ez minden hangszer alapja, és hogy lesz hallásod, stb. Tudom, hogy most ezt így nagyon lekerekítettem, de van ilyen bőségesen azért Magyarországon. Kinek ajánlott egyáltalán a zongorázás, vagy a zongora, mint hangszer, ezt azért tegyük már rendbe, hogyha lehet így mondani. Én azt mondom, hogy maga a zenetanulásból kell kiindulni, hogyha bárki zenét szeretne tanulni, akkor annak nem szabad gátját adni, hanem mindenképpen támogatni kell. Az, hogy most milyen hangszerre megy, ez ugye két szűrőn kell, hogy átmenjen, vagy hárman. Az egyik az magának a gyereknek az érdeklődése. Az nem jó, hogyha valamikre ráültetünk olyat, ami iránt nem érdeklődik. A szülőnek támogatnia kell ezt, és behozni a zeneiskolába. A harmadik része pedig már egy kicsit a szakmai szelektáció, ugyanis minden beiratkozásnál nálunk van egy kis felvételi folyamat, ahol azért az alapvető ritmikai készségeket, kinek hogy áll a keze, fúvósoknál milyen szája van. Szóval maga a testi, fizikai adottságokat azért felmérjük, plusz a képességeket, és akkor ehhez mérten szoktuk mondani, hogy valaki ne erre a hangszerre menjen, mert szerintünk ez ezért meg ezért nem jó, hanem inkább menjen egy másikra. A zongora azért egy elég általánosan elismert, közismert, szeretett hangszer. Gyakorlatilag az elején még sikerélményekhez is hamarabb jut, mint mondjuk egy vonós hangszernél, úgyhogy nagyon túl sok elutasítás nem szokott lenni. Hát magán a zeneiskolán belül is a legnépszerűbb hangszer, majdnem 250-en tanulnak zongorázni a zongoratanszak képviseli létszámban. És most már jó hír a szülőknek is, hogy nem feltétlen foglalja el a hangszer a fél nappalit, vagy a teljes nappalit, hanem azért most már a modernizációnak köszönhetően jóval kisebb helyeket is el lehet így csenni a nappaliból. 250 tanuló tanul most akkor zongorát nálatok. Van esetleg arra specializálódott tekintete, figyelem, hogy mit kell nézni amúgy mondjuk a kezeknél? Gondolok itt arra, hogy mennyire legyen ügyes, gyors, nagy az új, vagy bármi ilyesmi, hogy azért ezt is figyelitek, gondolom szakemberként, hogy hát kisfiam, neked nem biztos, hogy jó lesz ez, inkább maradja a trombitánál, vagy bárminél. Hát igen, ezt megint mondom, a hangszer specifikus, hogy kinek mi áll jól fizikai adottság terén. Hát azért a zongoránél általában az öt új megléte az, ami legalapvetőbb követelmény, bár írottak zongora versenyek egy kézre is. Mondom, nagy szelektáció itt nincsen, azért hamar kiderül, hogy ha valakinek zeneileg általánosan nincsen nagyon nagy tehetsége, de hát a mi dolgunk nem csak az, hogy ilyen kitűnő zongora versenyre érkező növendégeket tanítsunk, hanem az is, hogy megszerettessük vele. Egy gyengébb képességű gyermek is mehet boldogan haza, sőt remélem, hogy mindegyik boldogan megy haza egy zongora óra után. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és te voltál most a műsorban
műsorban az utolsó vendég, úgyhogy veled együtt búcsúzhatok amúgy a nézőktől. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, egy hét múlva újabb víkenddel jelentkezünk. Addig is szép hétvégét kívánok, és viszontlátásra. Úristen, elfelejtettük mondani a pontos dátumot, csak annyit mondtam, hogy jövő héten pénteken indul ez a dolog. 18-án kezdődik a verseny, és 20-án lesz vége. Azért azt szeretném mondani, hogy 18-án délelőtt a megnyitó ünnepségen egy kis koncert is elhangzik, ugyanis a Boros Misi, aki a Magyar Televízió Virtuózok műsorában megnyerte a kicsik kategóriáját, 3 évvel ezelőtt ő nyerte nálunk a zongora verseny egyik kategóriát, és most mint díszvendég ad egy nyitó koncertet itt a péntek délelőtt. Vasárnap pedig, amikor a díjkiosztó gála van 10 órától, ott pedig a verseny győztesek fognak adni egy gála hangversenyt, úgyhogy pénteken is, vasárnap is nem csak a szakma berkein belül, hanem egy nagyon élvezetes hangversenyeket is végighallgathatunk. Boros Úrfi miatt is mondhatom, hogy akkor érdemes a Vikárba járni, és ott megmérettetni magukat az embereknek, hiszen hamarabb felismeritek a tehetséget, mint az országos csatornák vagy versenyek. Köszönöm szépen még egyszer, egy hét múlva találkozunk, ahogy ígértem, viszlát!